Mindenféleképpen egy nagyon kemény mérkőzés lesz, fizikálisan is, és mentálisan is. Nagyon sok mindenből kell felkészülni ellenük, nagyon sok taktikai elemet játszanak, és a védekezésük is egy nagyon kemény és erőteljes védekezés. Nekik viszont lehet, hogy ez egy kis önbizalmat fog adni, hogy az első Euroliga meccsüket a Fenerbahce ellen tudták megnyerni, úgyhogy szerintem mindenféleképpen oda kell erre is figyelnünk. Mi lehet akkor a győzelem kulcsa most a Szekszárd ellen idegenben? Mindenféleképpen az agresszív támadás, a mellette még a még agresszívabb védekezés, és az, hogy együtt játszunk. Elsősorban a védekezésben szeretnék nagyon sokat segíteni a csapatnak, és abból jön a támadás is.